Üdvözlöm Önöket, a Heti TV híradóját látják, én Kávé Jókoléni Bori vagyok. Híreink röviden. Magyarországra látogatott Santiago Abascal, a spanyol Vox párt elnöke, parlamenti képviselő, akit csütörtök délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke is fogadott a Karmelita Kolostorban. A járványügyi korlátozások enyhítésével összhangban a közterületeken lévő megállókban már nem kötelező szájat és orrot eltakaró maszkot hordani. Magyarország 100 ezer adag koronavírus elleni oltóanyagot ad a Zöld Foki Köztársaságnak, ezzel segítve a járvány elleni küzdelmet, valamint azt, hogy a rossz egészségügyi helyzet miatt ne induljon meg onnan újabb migrációs hullám Európa felé, közölte Szijjártó Péter Lisszabonban. 17 arab állam bécsi nagykövete tiltakozott levélben Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszternél, amiért Izraellel vállalt szolidaritásból kifüggesztették a zsidó állam zászlaját a kancellárhivatalára és a külügyminisztérium épületére. És most a részletek belföldről. Magyarországra látogatott Santiago Abascal, a spanyol Vox párt elnöke, parlamenti képviselő, akit csütörtök délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke is fogadott a Karmelita Kolostorban. A kereszténydemokrata elveket valló, a multikulturalizmust és a bevándorlást ellenző spanyol párt elnökével folytatott egyeztetésen részt vett Novák Katalin, a Fidesz alelnöke is. A felek egyetértettek abban, hogy az Európa jövőjéről nemrég megkezdett vitában nem hiányozhat az európai nemzetek szabadságát és hagyományait felvállaló pártok hangja, akik sok millió a tradicionális európai értékekhez kötődő polgárt képviselnek. Hozzátették, Európának nemzeti szuverenitásra és határvédelemre, megfelelő családpolitikára és a kulturális gyökerek tiszteletben tartására van szüksége. A járványügyi korlátozások enyhítésével összhangban a közterületeken lévő megállókban már nem kötelező szájat és orrot eltakaró maszkot hordani. A közösségi közlekedés használatakor, valamint a zárt helyiségekben, például a metróállomásokon ugyanakkor változatlanul érvényben van a maszkviselési előírás, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Azt írták, hogy a szájat és az orrot egyaránt eltakaró maszk az egyik leghatékonyabb eszköze a járvány elleni küzdelemnek. Figyelmeztettek, hogy kollégáik folyamatosan ellenőrzik az előírás betartását, és kizárhatják az utazásból mindazokat, akik nem tesznek eleget a maszkviselési kötelezettségüknek, sőt 8000 forintos helyszíni pótdíjat is kiszabhatnak rájuk. A BKK arra kéri utasait, tartsák be a járványügyi előírásokat. Júnyer Istvánt, a nemzet sportolójának jelölt négyszeres világbajnok asztali teniszezőt köszöntötték barátai csütörtök délután a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület és az Aranycsapat Testület által szervezett ünnepségen. A nemzet sportolói május 20-án javasolták, hogy Monspart Sarolta áprilisi halála után Júnyer kerüljön közéjük 12. tagként. Az eseményen részt vett Gergely Gábor és Klampár Tibor, az ünnepelt világbajnok csapattársai, Nagy Tíme, a kétszeres olimpiai bajnok párbajtörvívó, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke, valamint Vladár Sándor, olimpiai bajnok úszó, a Magyar Úszószövetség elnöke, Kásás Zoltán vízilabdázó és Komáromi Tibor birkózó. A nemzet sportolójának életútját Bajkai István országgyűlési képviselő méltatta. Kiemelte akaraterejét, hitét, munkabírását, és úgy fogalmazott, a magyar földön óriások születtek, akiknek tehetségük, akaratuk, hitük és múltjuk van, Júnyer pedig közéjük tartozik. Úgy képviseli a múltat, hogy itt van közöttünk. Büszkék lehetünk arra, hogy a kortársai vagyunk, számomra pedig külön megtiszteltetés, hogy a barátai közt tart engem számon, jelentette ki Bajkai István. Veres Zoltán, a Fidesz erzsébetvárosi önkormányzati képviselője a Heti TV Pirkadat című műsorában beszélt a parkolásról, a köztisztaságról, a bérlakások eladásáról. A képviselő szerint örömhír az ingyenes parkolás megszüntetése. Ennek bevezetésére persze szükség volt, hiszen a kormány mindent megtett a koronavírus járvány terjedésének megakadályozására. Az ingyenes parkolással szerették volna a tömegközlekedésre nehezedő nyomást csökkenteni. Ám az egyre javuló adatoknak köszönhetően erre már nincs szükség, így újra fizetőssé vált a parkolás Erzsébetvárosban. A kerületi Fidesz frakció már régóta kérdéseket intézett a polgármesterhez a parkolás megszervezése tárgyában. Már azért is szükségesek voltak ezek a megszólalások, emelte ki Veres Zoltán. Az önkormányzati bérlakások privatizációjával kapcsolatban a képviselő elmondta,
egy évtizedek óta húzódó problémára adhat választ a törvényjavaslat. A kerületi Fidesz már 2014-ben azzal kampányolt, hogy a lakások bérlői tulajdonossá válhassanak. A kerület akkor ennek megfelelően alakította ki ingatlangazdálkodási koncepcióját. Többféle bérleti jog létezik, a mostani gyakorlat szerint a határozott idejű szerződéssel rendelkezők vehetik meg a lakást. Van olyan társasház, ahol egyetlen önkormányzati bérlakás található nem jó állapotban. Az önkormányzat járhat a legjobban, ha ezt eladja a bérlőnek, aki így már a saját tulajdonát tudja lakhatóbbá tenni. Erzsébetvárosban 1990-ben közel 10 000 bérlakás volt. Mára ez a szám a negyedére csökkent. Külföld. Az előző hónapok adataihoz képest márciusban tovább emelkedett az Európai Unió tagországaiban benyújtott menedékjog iránti kérelmek száma. Arányuk azonban még így is mintegy 2/3 a koronavírus járvány európai megjelenése előtti szintnek, közölte az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal. Az Európai Unió Máltai Központú Ügynökségének elemzése szerint még februárban mintegy 38 300 nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be az Unióban, addig márciusban számuk meghaladta a 40 200-at. Megjegyezték, az unió országaiban beadott kérelmek száma a több hónapja tartó emelkedés ellenére nem tért vissza a koronavírus járvány európai megjelenése előtti szintre. A márciusban benyújtott kérelmek száma mintegy 2/3 volt az egy évvel ezelőtt feljegyzett kérelmeknek. Az emelkedést leginkább a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetegen beadott kérelmek száma eredményezte, tették hozzá. Magyarország 100 000 adag koronavírus elleni oltóanyagot ad a Zöld Foki Köztársaságnak, ezzel segítve a járvány elleni küzdelmet, valamint azt, hogy a rossz egészségügyi helyzet miatt ne induljon meg onnan újabb migrációs hullám Európa felé, közölte Szijjártó Péter Lisszabonban. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy a kormány 100 000 dózist szállít le az AstraZeneca vakcinájából június 8-án a Szigetországnak, miután annak vezetése konkrét kéréssel fordult Magyarországhoz az ottani nehéz helyzet miatt. Szijjártó Péter az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek informális tanácsülésén vesz részt Lisszabonban, amelynek legfőbb napirendi pontja az EU és Afrika közötti kapcsolatok jövője. Nem lesz többé találkozója a Fehér Orosz fővárosban az eddig Minszkinek nevezett háromoldalú Kijev, Moszkva és az EBSZ képviselőiből álló összekötő csoportnak, amelyet a Donyec-medencei válság tárgyalásos rendezésére hoztak létre, közölte a volt ukrán elnök a kijevi küldöttség vezetője egy tévéműsorban. A delegáció vezető egyik fő érvként azt hozta fel, hogy a két ország között leállított légiközlekedés miatt nincs járat, amellyel az ukrán küldöttség Minszkbe utazhatna, ezért új helyszínt kell keresniük a tárgyalásoknak. Szavai szerint ebben a kérdésben Ukrajna megkeresi a másik két félt, elsősorban az EBSZ-t. Kijelentette emellett, hogy Fehér Oroszország egyre inkább Oroszország szatellit országává válik. Egy hetes zárlatot vezetnek be az ausztráliai Victoria államban. A csaknem 7 millió ott élőt arra kérik a hatóságok, hogy maradjanak otthon annak érdekében, hogy meg tudják fékezni a koronavírus járvány újabb helyi kirobbanását. Az ügyvezető kormányfő szerdán újságírók előtt elmondta, a vírus különösen gyorsan fertőző variánsa ütötte fel a fejét az állam fővárosában, Melbourneben. És ha nem vezetnek be drasztikus intézkedéseket, akkor a helyzet ellenőrizhetetlenné válik. Ez a variáns egy nap alatt tud megfertőzni egy újabb szemét, szemben a vírus korábbi változataival, amelyek a vizsgálatok szerint 5-6 nap alatt voltak képesek tovább terjedni. A kontaktkutatások eddig több mint 10 000 olyan lakost azonosítottak, akiknek karanténba kell vonulniuk. Ez a szám várhatóan folyamatosan emelkedni fog. A kontakt személyek közül többen jártak zsúfolt helyeken, stadionokban, bevásárlóközpontokban az utóbbi napokban. 17 arab állam bécsi nagykövete tiltakozott levélben az osztrák külügyminiszternél, amiért Izraellel vállalt szolidaritásból kifüggesztették a zsidó állam zászlaját a kancellár hivatalára és a külügyminisztérium épületére. Egy olyan megszálló erő demonstratív támogatása, amely a nemzetközi és a humanitárius jogot is sérti, nem pusztán ellentmond Ausztria hagyományos semlegességének, de semmibe veszi a palesztin lakosság alapvető polgári és emberi jogait. Olvasható a dokumentumban, amelybe a Die Presse című lap betekintést nyert.
A levelet többek között Mohamed Samir Kuba, az Arab Liga bécsi missziójának vezetője, valamint Mohamed Mezgani tunéziai nagykövet, a bécsi arab képviselők tanácsának soros elnöke látta el kézjegyével. A Die Presse szerint az aláírók szokatlanul éles hangnemben fordultak az osztrák miniszterhez. Benjamin Netanyahu miniszterelnök visszavágott a francia külügyminiszternek, aki a hét elején a tartós apartheid kockázatára figyelmeztetett Izraelben, ha a palesztin arabok erőfeszítései az önálló állam létesítésére sikertelennek bizonyulnak. Erős tiltakozásomnak kívánok hangot adni a francia kormány ellen, a francia külügyminiszter televíziós interjújában tett kijelentése miatt. A miniszter azt mondta, hogy Izrael apartheid állammá válhat. Ez egy arcátlan, hamis állítás, amely alaptalan, mondta Netanyahu. Izrael államban a törvény előtt minden polgár egyenlő, származásától függetlenül. Izrael állam a régiónkban a demokrácia és az emberi jogok jelzőfénye. Régiónk egyetlen demokráciája. Ez mindig is így volt, és mindig is így lesz, tette hozzá a miniszterelnök. Ebben az ügyben nem tűrünk álszent és hamis erkölcsi prédikációkat, tisztázta Netanyahu. Végül egy gazdasági hír. Megalapozottnak tűnik a második negyedévre előrejelzett kétszámjegyű 12-14% körülire tehető gazdasági növekedés a minisztérium által heti rendszerességgel követett adatok szerint, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Joint Venture Szövetség éves tisztújító közgyűlésén. Kiemelte, a magyar válságkezelés Európai Uniós összevetésben bíztató eredményeket hozott. Miközben az első negyedévben a gazdaság Magyarországon 1,9%-kal növekedett, az uniós átlag 0,4%-os visszaesést mutat, az eurózóna országai pedig 0,6%-kal zsugorodtak, jegyezte meg. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a braillardpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Köszönöm, hogy velünk tartottak, de még maradjanak egy picit, hiszen következik az időjárás jelentés. Ma hideg front mögött is szeles idő lesz. Délelőtt erős, nyugaton olykor viharos lökésekkel kísért északnyugati szélfúj, majd délután fokozatosan mérséklődik a légmozgás. Főként a délután folyamán fordulhatnak elő szorványos esők, záporok. A csúcshőmérséklet délután északnyugaton plusz 18, délkeleten pedig plusz 22 fok körül alakul. A holnapi napon reggel plusz 8 fok lesz. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!